látson, épp erről beszélgetünk az imént, több tízezer ember fordul meg ezzel. Ez a rendezvény biztosan mondhatom, hogy Dél-Dunántúl legnagyobb tömegrendezvénye. Most már több mint, vagy majdnem 50 mosócsoport érkezett ide a térre önök közé, vagy 1300-an lehetnek. Ezek a mosók ilyenkor egy évet készülnek erre a rendezvényre, amikor mi elvonulunk két nap múlva, akkor ők már a következő évi rendezvényre készülnek. De ők egyedül a busójárás sikerességét nem tudják biztosítani. A busójáráshoz tömeg kell, ezt a tömeget önök biztosítják. Önök jól tudják, hogy ez a rendezvény az országban elsőként felkerült a szellemi világörökség listájára. Ez azt jelenti, hogy nem csak mi mohácsiak térségbeliek vagyunk büszkék erre a rendezvényre, ami a mohácsok sokácok rendezvénye volt a régmúltban, nyilvánvalóan ma is. Így lett a város rendezvényre is, így ma ez az ország egy nagyszerű rendezvénye is. Egy olyan rendezvény, amit az egész világ értékén tekint, és büszkeséggel tekint arra, ami itt Mohácson történik. Ahogy említettem, önök nélkül nem lenne igaz a busójárás, ezért megtisztelő számomra, hogy a térség országgyűlési képviselőjeként önöket itt köszönhetem a városban. Jó farsangolást kívánok önöknek, érezzék jól magukat, a városnak önök mindig szívesen látott vendégei lesznek. Köszönöm a figyelmüket. A néphagyomány úgy tartja, hogy az ezen a földön élő elődei nem akartak az otthonukat fenyegető idegenség, sötétség és gonoszság rabjai lenni, ezért riasztó jelmezekbe, busóknak öltözve elűzték mindazt, ami fenyegette őket. Napjaink busói tisztelettel arra kérjük, hogy jelképesen üzzenek el minden rosszat, ami fenyegeti Magyarország, Európa és a nagyvilág jóakaratú embereit. A busó avatás következik. Megkérném a világcsoport tagjait, hogy vezényeljék le a busóhallgatót. Thank you.
Köszönjük szépen a világcsoportnak a beavatási szeremóniát és a beavatási műsort.